Sziasztok, Norbert vagyok, és üdvözöllek benneteket az első heti Norbi Update videóban, melyben a július 1-e és 7-e között vásárolt, illetve érkezett kiadványokat, szerzeményeket fogom bemutatni nektek. Ne felejtjétek, hogy mostantól szerdánként minden szerdán lesz Norbi Update videó. Itt van előttem ez a viszonylag szerény pak, és ezt szeretném bemutatni nektek. Van itt pár műanyagtokos kiadvány, van itt pár jó pár steelbook, érkezett csomagom Romániából, Olaszországból és az Avitól is július első hetében. És akkor nézzük is meg, hogy mi az, amit akkor sikerült megvásárolnom. Az első kiadvány az a Largo Winch. Ezt még Budapesten vásároltam, azt hiszem pont július 1-én, úgyhogy így néz ki ez a kiadvány kívülről, a belseje így néz ki, eléggé puritán, de hát bevallom, hogy 500 forintot megért, időközben már megnéztem a filmet, és nekem eléggé bejött, úgyhogy szerintem 500 forintnál jóval többet érne meg ez a film, de hát tudom, hogy... Bocsánat, itt kicsúszott belőle a borító. Tudom egyébként, hogy nem is tudom, hogy ezt kiadta ki, talán a Best Hollywood, igen, most ezeket a filmeket kiszórják, mert hát van belőle egy csomó. De ez volt az egyedüli magyar szerzeményem ebben a videóban, és akkor most folytatnám a sort ezzel. Igen. Ez Olaszországból érkezett, és ez a zöld könyv steelbook változata. Így néz ki, ez a steelbook. Bevallom őszintén, hogy ezt az Amazonról szerettem volna megrendelni, de addig húztam, halasztottam a rendelést, míg végül jól elfogyott. Úgyhogy utána kerestem az interneten olyan olasz webshopokat, melyek szállítanak külföldre is, és netán árulják a zöldkönyv steelbook változatát, és akkor bukkantam rá az Italian Bookshop, vagy Italian Bookstore nevű webshopra, ibs.it a címük egyébként, azon keresztül érhetők el, és onnan rendeltem meg ezt a steelbookot, mert féltem attól, hogy ott is el fog fogyni. Erről a steelbookról, nem csak a steelbookról, hanem a magyar kiadványról is tervezek egy unboxingot, igen, és ez nem vicc, hanem valóság lesz hamarosan, és akkor majd bemutatom mind a kettő kiadványt, addig ezt így hagyom bontatlanul. Szintén az IBS-től érkezett a következő három kiadvány is, ezt egyébként sorba is rakom, három steelbook, egyébként ezek Magyarországon is megjelentek ugyanilyen változatban, csak én nem akartam a magyar steelbookot megvenni, már csak azért sem, mert a műanyagtokos változatom a korábbi kiadás megvolt, úgyhogy nekem csak steelbookokra volt szükségem, hogy a magyar lemezeket belerakhassam a steelekbe, és akkor láttam, hogy amikor meg akartam rendelni a zöld könyvet, hogy ez a sorozat most nagyon olcsó, a három darab összesen 20 euróba fájt. Hát plusz posta, de hát a postát azt így is kifizettem volna a zöld könyv miatt. És akkor most nézzük is meg, hogy miről van szó. Ezek a múmiák. Ez a múmia 1. Ezen ugye nincs magyar vonatkozás. Itt a múmia 2, a múmia visszatér. Bevallom, hogy én nagyon szeretem főleg az első két részt, de ha már kijött mind a három, akkor természetesen úgy teljes a sorozat, hogyha megvásárolom mind hármat. A harmadik, a Sárkánycsászár sírja, ezen sincs magyar vonatkozás, de mint mondtam, megvannak a magyar lemezek, úgyhogy csak a steelbook kellett nekem ezekből. Bizonyára, ha nézitek a videóimat, akkor feltűnt már, hogy a Müllerben pár héttel ezelőtt, amikor voltam, ott is kaphatók voltak ezek a steelbookok. Most nem biztos, hogy az összes, de egy-kettő rész biztosan. És hogy miért nem azokat vettem meg, amikor ott csak azt hiszem 5 euróba került volna? Azért, mert az osztrák, illetve a német kiadású steelbookok német nyelvűek. Eléggé megtévesztő, mert itt a papírka úgy van rajta, és hát ez a kísérőlap, hogy nem nagyon lehet látni, hogy német, vagy hát lehet látni, hogy német nyelvű, de meg itt az oldalán is német nyelven van ráírva a cím.
És ami a legfeltűnőbb az, hogy azok a steelbookok nem dombornyomottak, úgyhogy én mindenképpen a legszebbet szerettem volna, és Olaszországgal egyébként elég sokszor szerencsénk van, mert a németektől és franciáktól eltérően az olaszoknál általában angol nyelvű steelbookok jelennek meg. Aki még eddig nem tudta, ott érdemes szétnézni. Ez volt tehát az olasz ibs.it webshopból érkezett csomagom, és következzen három zavi. Hát ugye az Avitól rendszeresen szoktam rendelni, annak ellenére, hogy egy csomószor megfogadtam már, hogy soha többet zavi, mert eléggé szarul csomagolnak, és még eljut ide hetekkel később hozzám, azért nem ritka az sem, hogy eléggé összezúzva érkeznek meg a steelbookok, de hát mindig elcsábulok, főleg akkor, amikor valami limitált, extra, zavi-only kiadványt adnak ki. Hát igen, az első, mostanában érkezett első, ez a fekete párduc, Black Panther, és sajnos, hát ez sem érkezett sérülésmentesen. Igazából nem is a szállítás során sérült meg, nem tudom, hogy itt látszik-e az oldalsó kamerában, itt a lenti mágnesen van egy vágás, úgyhogy ezt még fóliázás előtt vághatták el, és úgy fóliázhatták össze ezt a steelbookot. Egyébként ez egy 4K UHD plusz BD kombót tartalmazó steelbook, sajnos magyar vonatkozású se 4K, se sima Blu-ray nem létezik belőle. Úgyhogy így jártunk. Majd egy házi barkács lemez fog belekerülni. A következő kettő kiadványról ugyanez nem mondható el, mert még a zavis változaton is ott van a magyar szinkron és felirat. Ez a Matrix első részének 4K UHD plusz BD zavi exkluzív steelbook változata. Ugyan nem mindkét lemezen van ott a magyar hang és felirat, csak a 4K UHD-n, de aki 4K-zik, annak szerintem a sima Blu-ray-re már annyira nincs is szüksége. És aki még eddig nem vállalta be, annak most itt van remek lehetőség, hogy bevállalja a Matrixokat, mert ezek a steelbookok mindössze 29,99 euróért kaphatók. Nekem szerencsém van, mert ide Ausztriába a zavi postaköltség nélkül szállítja a steelbookjait. Igen, csak a steelbookokat szállítja postaköltség nélkül. Úgyhogy nekem semmi plusz költség nem jön rá, úgyhogy ezek a steelbookok nekem csak a steelbook árába fájnak. Tehát ez volt az első Matrix, és akkor a változatosság kedvéért ismét jöjjön egy Matrix. Ez a Matrix újra töltve, 4K UHD plusz BD kombót tartalmazó kiadvány, és ennél a kiadványnál is ugyanaz a helyzet, mint az előzőnél, a 4K UHD-s lemezen ott van a magyar szinkron és felirat. Úgyhogy aki még eddig nem vállalta be, itt a remek lehetőség bevállalni a teljes Zavi trilógiát steelbookban. Szerintem eléggé jól néznek ki ezek a steelbookok. A harmadik rész majd valószínűleg a következő videóban lesz benne, mert az még nem jött meg. És az utolsó négy kiadvány az Romániából érkezett. Három műanyagtokost rendeltem onnan, és egy steelbookot, és akkor kezdeném rögtön a műanyagtokosokkal. Az első a Water Diviner. Hú, ennek nem is tudom pontosan, hogy mi a magyar címe. Így néz ki az eleje, így néz ki a hátulja. És akkor szét is nyitnám a műanyagtokot. Így néz ki kívülről. Hát belülről elég puritán, nincs belső kép, csak egy nagy fehérség. De elég olcsó volt, úgyhogy azért is rendeltem be ezt a kiadványt. Egyébként eléggé vicces, hogy ennek a forgalmazója ugyanaz az Empire, aki Magyarországon a Sonicat forgalmazza. Van rajta magyar szinkron és magyar felirat is, mégsem jelent meg ez a kiadvány soha Magyarországon. A következő kiadványjal is ugyanez a helyzet. Ez a Child 44, azaz a 44. gyermek. Szintén Romániából, szintén az Empire a forgalmazó, így néz ki kívülről, és így néz ki belülről, és hát ez is eléggé puritán belülről, de ez sem jelent meg Magyarországon soha, ugyanezen nincs magyar felirat, csak magyar szinkron, de hát nekem a szinkron az fontosabb, mint a felirat. A lényeg az, hogy angol felirat legyen rajta, de ezen azt hiszem angol felirat sincs, ugyanúgy, mint az előzőn sincs angol felirat. Na mindegy, úgyhogy ha megnézem angolul, akkor majd felirat nélkül esetleg.
A következő műanyag tokos egy olyan film, ami Magyarországon is megjelent már korábban, de hát időközben elfogyott, és hát nem is nagyon szerezhető be külföldről, kivéve Romániát. Ez az Anastasia, azaz Anasztázia magyarul, így néz ki kívülről a kiadvány, és így néz ki belülről, hát a belső az semmi extra. Ennek egyébként a DVD változata most jelent meg a újrakiadásban, nem is értem, hogy a Blu-ray az miért nem, évek óta hiányzik, és szerintem azért lennének jó páran, akik megvennék. Valószínűleg nem annyian, mint egy új kiadvány, de hát ha már kiadnak valamit újra, akkor már jöjjön Blu-ray-en is, meg DVD-n is, főleg úgy, hogy létezik belőle Blu-ray. Szóval ennek is nagyon örülök, de az utolsó kiadvány volt az, ami miatt egyébként Romániából rendeltem. Ez a kiadvány be volt harangozva Magyarországon is, és legjobb tudomásom szerint a mai napig nem jelent meg. Ennek szerintem az egyik oka az, hogy ez egy steelbook, egyébként ez a steelbook 3D steelbook, és a Provideo, aki hozta volna ezt a kiadványt, csak sima egylemezesként hirdette be, és ugye ebből nincs egylemezes steelbook. Ezt azért rendeltem meg egyébként Romániából, egyrészt azért, mert kellett a steelbook, másrészt meg azért, mert szerettem volna a filmhez egy 3D-s lemezt is, és bármennyire is meglepő, a Romániában kapható változaton ott van a magyar hang és magyar felirat is a 3D-s lemezen. Tehát annak ellenére, hogy a Provideo nem hozza be a 3D-s lemezeket már Magyarországra, a Warner továbbra is támogatja a magyarított 3D-ket, úgyhogy hát szét kell nézni külföldön, hogyha valakinek egy 3D-s kiadvány kell. De akkor nézzük is meg közelebbről, hogy miről is van szó. Ez a LEGO Kaland 2 Steelbook változata, ami ebben az esetben egy BD3D plusz BD kombót tartalmaz. Ahogy látjátok, ez egy román kiadás, de hát ugye a steelbook az angol. Ennek örülök egyébként a zöld könyv mellett, ennek örülök a legjobban, talán ezen a héten, vagyis hát a július 1-e és 7-e között érkezett kiadványok közül. Ennyi volt ez a heti Norbi Update videó. Ne felejtsétek el, hogy Norbi Update videóval jövő szerdán is jelentkezem, mert ha szerda, akkor Norbi Update. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomj egy lájkot, és ha még eddig nem tetted meg, akkor iratkozz fel a csatornámra. Hamarosan egy újabb videóval jelentkezem, addig nézzétek meg a többi videómat is, legyen szép napotok, sziasztok!